Komplex rehabilitációs terápiás központot hoztak létre a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetben. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló beruházás értéke több mint 500 000 000 forint. A 60-i kórházban, illetve a hozzátartozó aszódi rendelőintézetben számos galgamenti beteget is kezelnek. Ugye ez egy konzorciumi pályázat volt, ami 11 kórházat érint, több mint 4,5 milliárd forint az észak-magyarországi régióban, és ebből a 60-i kórházat 560 millió forintos nagyságrendű beruházás, illetve pályázati támogatás illette. Ennek a keretében valósult meg a rehabilitációs központ, ami közvetlenül kapcsolódik itt a kórházi főépülethez, illetve ennek a projektnek a keretében hosszú évek óta várt eredményként a tüdőgondozás, ami egy külön épületben volt a város egy másik részén, beköltözött egy felújított részbe a szakrendelő második emeletére. Hogyan fognak jobban járni a betegek? Miért lesz jobb nekik az ellátás? Hát egyrészt ugye rehabilitációról mindenkinek elsősorban egy fekvőbetegellátás jut eszébe. A mi esetünkben pedig járóbeteg rehabilitációról beszélünk, ami azt jelenti, hogy reggel bejön a beteg, igénybe veszi akár a száraz terápiás, akár az a vízített akvaterápiás kezeléseket, és ezt követően délután, amikor elvégezték a kezeléseket, hazamehet, és az otthonában gyógyulhat tovább, és a következő nap ugyanígy. Tehát nem egy rideg kórházi környezetben fekvőbetegként kell ezeket az egészségügyi ellátásokat igénybe venni, hanem járóbeteg szolgáltatásban, kultúrált környezetben nagyon-nagyon igényesen és korszerű eszközökkel kialakított infrastruktúra között. Melyek ezek a korszerű eszközök? Mivel gazdagodott az intézmény? Hát mindenképpen el kell mondani, hogy amire nagyon büszkék vagyunk, az elsősorban ugye a vízi terápiás kezelések, két gyógymedence került kialakításra az Uszoda térben, itt a rehabilitációs központon belül. A kardiológiára egy teljesen új szívultrahang került beszerzésre, a tüdőgondozóba egy több mint 80 millió forint értékű digitális röntgenkészülék, és ezek a nagyobb eszközök és számos egyéb apró olyan a kezeléseket segítő, támogató eszköz, ami mindenképpen meggyorsítja és korszerűbbé teszi a rehabilitációt. Gondolom a 60-i Albert Schweitzer kórház fejlesztése itt nem áll le, és vannak még tervek a jövőt tekintve is. Abszolút. Ugye a decemberi Magyar Közlönyben jelent meg a nagyon nagy projektünk, ez is nagy projekt, amiről most beszélünk, de a még nagyobb projektünk, ami 2,2 milliárd forintos fejlesztés, és ez a műtőblokk megépítése, ahol központi sterilizáló, központi radiológia, mindenhol új eszközök beszerzése történik. Ez egy 1,5 éves projekt lesz. Én nagyon remélem, hogy 2015-ben ismét itt állunk, és akkor adjuk át a műtőblokkot, illetve hát, amit polgármester úr is említett, nagyon fontos, az a nyílászáró csere és homlokzati szigetelés. Ez a pályázatunk még elbírálás alatt van. A terápiás központban a kardiológiai rehabilitáció 88 négyzetméteren, a pulmonológiai és légzésrehabilitáció 242, míg a mozgásszerű fejlesztés 676 négyzetméteren valósul meg. Az uszodák mellett több masszázshelyiség, fizikoterápiás részleg is gazdagítja a rehabilitációs központot, így tangentor kezelés is megvalósulhat, de tornaterem is segíti a gyógyulni vágyókat. Egy országos program valósul meg, az Észak-Magyarország régióban 11 kórház megújítása, felújítása szerepel napirenden, az egyik a 60-i Albert Schweitzer Kórház. Melyek még más intézmények, amelyek szintén részesülnek támogatásban? Valóban országos a program, bár úgynevezett regionális program forrásokból finanszíroztatik, mind a 6 úgynevezett konvergencia régióban ugyanez zajlik gyakorlatilag, hogy nagyon speciális, hogy konzorciális jelleggel, tehát itt működő egészségügyi fekvőbeteg intézmények kellett, hogy egymásra egyeztessenek szakmai profilokról, forrásnagyságokról, együttműködésről, és ennek részeként itt is a legnagyobb környékbeli kórház, a Miskolci nagy kórház vezetésével folyt a
fejlesztés. Ugye fejlesztések vannak Egerben, Edelényben, Kazincbarcikán, hasonlóhatom itt a környék pásztó, nemrég Balassagyarmat szerepelt a hírekben, és itt pedig most 60 egészen frissen már átadásra. A rehabilitáció fejlesztéséről van szó, arról a szakmáról, amelyik az aktív ellátás után a súlyosan sérült baleseti agyvérzéssel, vagy ilyen esetben kardiológiai szív problémák után, illetve tüdőgyógyászati okból munkaképtelenné vagy önellátásképtelenné vált embereket visszaviszi a társadalomba, családjukba, több hónapot töltenek a betegek ezeken a helyeken, vagy járnak be ambuláns kezelésre, mint itt is, és azt reméljük, hogy ezzel ez a fajta munkaképesség visszaszerzés vagy családterhek csökkenése javul. A folyamat nem állít meg. Részben ugyanezen körben, nem ebben a formában folyik nagy infrastruktúra fejlesztés is. Itt is, hogy ez a forrás sem kicsi, ugye több mint 500 millió fél milliárd forint, de 2,2 milliárd forintot kapott a 60-i kórház arra, hogy az egyéb aktív ellátáshoz kötődő infrastruktúráit, például a műtőblokját, hogy előbb polgármester ismertette, épületét fejleszte, energetika egyéb beruházások csatlakoznak még, és ez jellemző országszerte más helyszínekre is, hogy ilyen úgynevezett infrastruktúra felújítási, illetve energetikai felújítási forrásoknak a allokációja történt meg az elmúlt hónapokban. Őrült nagy a hajrá, hiszen ez még a 2007-2013 évekhez kötődő források felhasználása. Nagyon azt reméljük, az utolsó hetek kormányzati döntései nyomán igyekeztünk minden akadályt elhárítani a közbeszerzések kiírása, források biztosítása oldaláról, hogy ez menni is fog. A helybeliek is a jó példa is mutatja, hogy amikor a folyamat megindult, és átadás alapkőletétel megvolt, ugye júniusban, most 5-6 hónappal később már alapkőletétel helyett átadás van. Azt reméljük, ugyanez máshol is megismétlődik, és akkor gyakorlatilag ezek a nagyon komoly fejlesztések 2015 év közepére mindenhol véget érnek, és a lakosság hozzá fog férni a sokkal szebb, sokkal jobb minőségű környezetben történt gyógyuláshoz, gyógyításhoz. Most a rehabilitációs központról is beszélünk. Melyek azok a betegségek, amelyek leginkább veszélyt jelentenek manapság a magyar társadalomra, és mit lehet tenni ez ellen? Hát közismertek, és pont az itteni folyamat is ezeket célozza meg, nem véletlenül. Egyik ugye a szívbetegsége, kardiológiai jelesül a szívinfarktus, ugye, vagy egyéb ilyen szívérszűkülettől összefüggő ritmuszavarok és hasonló betegségek, amik sajnos nagyon gyakran munkaképes korú embereket is érinthetnek, és itt óriási annak a jelentőség, hogy a most már jól fejlődő aktív ellátás, ugye ez a régi műtétek helyett most katéteres feltárás nélküli eljárással megmentett emberek, ugyanakkor kellő terheléssel és jól felépített rehabilitációval kerüljenek vissza, ugye a valószínűleg nem túl könnyű munkahelyikre, vagy egyéb helyzetekbe, ahol gyakorlatilag az ehhez sajnos oda vezető utat végigjárták. Hasonlóan nagy probléma Magyarországon, hál' Istennek nem a TBC ma már, de viszont a tüdőrák, illetve a krónikus hőrkurut, ez az ismert betegség, amelyik sajnos a dohányzásra és a légszennyezéssel függ össze. Ezt nagyon nehéz ugye befolyásolni, bár dolgozik rajta a kormányzat, mint az elmúlt években ezt úgy megfigyelhették, de nyilván azok, akik már ugye ilyen problémákkal küzdködnek, azoknak a terhelhetőségének az újrabiztosítása, speciális eszközökkel a légzés rehabilitáció feladata. És a harmadik terület, ami itt szintén hangsúlyt kapott, ugye a mozgásszervi rehabilitáció, ahol megint nem a szanatóriumi kezelésre gondolunk, hanem sokkal inkább a balesetek miatt súlyosan megsérültek újra kondicionálására, illetve ami még gyakoribb itt a környéken is, hogy az agyvérzés miatt mozgásképességükben korlátozott, ugye félbénultnak mondjuk ezeket a betegtársakat, rehabilitáció, aki nagyon gyakran ugye mentális problémákkal is küzdenek, hiszen például beszédképességük is korlátozódik, de hát ilyenkor komplex tímnek, logopédusnak, pszichológus és gyógytornásznak, orvosnak kell velük foglalkozni ahhoz, hogy minél jobb állapotban, sőt gyógyultan, vagy legalább családjuk számára jól kezelhetően kerüljenek vissza a társadalomba. Mind a három irány az itteni járbetegfejlesztés fő célja, de azt gondoljuk ideális ilyen szempontból a tervezés, és sajnos attól félünk, hogy a betegforgalom is bőven vissza fogja ezt igazolni, de azt reméljük, hogy hasznosan. A január 9-i ünnepélyes megnyitón a 60-i polgármester is méltatta a beruházás jelentőségét. Aki diófát ültet, az az unokáinak teremt valamit. Mi is ezt tesszük itt ma. Hiszen diófát ültetünk, mert magunkra is gondolunk, gyermekeinkre is gondolunk, unokáikra is gondolunk. Aki ismeri, vagy ismerte 60-ban a tüdőgondozó épületét, az tudja, hogy milyen szégyenfoltról beszélek egy 50 éves épületről, ami állagába, gépi állapotában nagyon rossz volt. Ma újat adunk át, egy új tüdőgondozót, egy új helyet, ahol méltó körülmények között tudják ápolni a 60-i betegeket. Ez az épület, amit mellettem van, ez pedig otthont fog adni a szívbetegségekben küzdködők számára,
akik rehabilitációt, ápolást tudnak itt kapni, és ami legfontosabb, a mozgásszervi rehabilitáltak számára. Valamennyi idős klub, ahol voltam az elmúlt időszakban, mindenütt mondták, hogy olyan rossz, hogy Egerbe kell járni kezelésre, vagy éppen Budapestre kell járni kezelésre. Jelzem önöknek, innentől kezdve itt helyben meg tudjuk ezt kapni. És ami nekem a legfontosabb volt, beléptem a folyosóra, és az egyik első ajtón balra megláttam Küresi orvos úr nevét, az öröm eltöltött, hogy méltó körülményeket tudunk teremteni ahhoz a beteg ápoláshoz, amit ők lelkesedéssel és nagyon jól végeznek. És egy személyes dolog. Én mindig szeretem, hogyha tudunk alkotni. Ez a rehabilitációs fejlesztés szerződése lett egyik utolsóként aláírva a térségiek közül. Mégis másodikként adjuk át. Ez büszkeség számomra, hiszen az itt dolgozóknak a rátermettségét mutatja, azt az aktív munkát, amit nagyon hálásak vagyunk nekik, mint kórházi dolgozók, mint aktívan építők felé, és büszkék vagyunk rájuk, meg kell, hogy mondjam, nagyon büszkék. És a másik, ami nagyon nagy öröm számomra, átnézve ezt a listát, ezt a 11 intézmény listáját, a harmadikok vagyunk értékteremtésben, hiszen csak Miskolc és Eger előz meg minket értéknagyságrendben, a 60. kórház az, amelyik a harmadik legnagyobb értéket teremtette épp a betegek számára. Az ünnepség részeként felszentelték a rehabilitációs központ épületét.